a mai napon hitvallást is akarok tenni az ige hirdetés kapcsán. Az igét olvasom Péter közönséges első levelének második részéből, a nyolcadik és a kilencedik verset. Akik engedetlenek lévén megütköznek az igében, amire rendeltettek is, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Mindig eszembe jut, hogy a sötétséget azt hányféleképpen fogalmazta meg Jézus. Az egyik megfogalmazás, bár nem ö, Tartják az emberek ezt annak, pedig ez az egyik megfogalmazása a sötétségnek. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és raboljon. A világosság pedig azt jelenti, hogy jöttem, hogy életük legyen, bővölködjenek. Jézus bejelentése kivétel nélkül minden gondolkodó értelemmel működő lelket, így téged is igéje éles kardjával vagy érint, vagy megvág, de hogy mindenképpen reakcióra késztet, az biztos. Tudni, a gondolkodó elme a körülötte lévő világot érteni is akarja, és ha tetszik neki, amit ért, azt el is befogadja. És éppen ebben van az ördögi sötétségnek a nagy lehetősége, és éppen emiatt van az isteni világosságnak a felderítése lehetősége. Amennyiben Jézus beszéde, azt a világot, amelyet befogadtál, gonosznak, tolvajnak, lopónak, gyilkosnak, rablónak bélyegzi meg, mert ő nincs benne a te gondolatodban, az életedbe a hitedbe, a látásmódodba, az értékrendedbe, és nem ő uralja, akkor te egy olyan világot fogadtál be, amit az Isteni ige sötétségnek mond. Ebben a sötétségben működik a világnak és a sátánnak az ereje, a gonoszságnak, tolvajlásnak, lopásnak, gyilkosságnak, rablásnak, minden bélyegével. Tudjátok, az, hogy Isten igéje leleplezi az embert, hogy sötétség-e vagy világosság. Az összes világosságra hívott gyermekének így beszél az Úr, hogy voltatok régen sötétség. Tudod, hívő testvérem, aki tényleg hiszel Jézus Krisztusban, amikor így beszél, hogy voltál sötétség, akkor a sötétségnek minden típusú jellemrajza, amit az Isten igéje feltár és sötétség gyümölcseinek nevezi, annak mindnek a lehetősége, a szív kimeríthetetlen gonossága, gondolata és vágya miatt lehet, hogy a tiéd volt. De hát hadd le az ige, hogy el vagy-e hitetve, és munkálkodik-e még benned a sötétség, vagy pedig abban az állapotban vagy, amit az ezsaiás így fogalmaz, hogy múlik már a sötétség, vagy pedig a Krisztus értelmére átvitt, a sötétségből az ő csodálatos világosságába átvitt lélek vagy, aki rálát e világ minden sötétségére, mert az ő sötétségébe gyújtott világosságot a Jézus Krisztus által az Atya, és ezért tudja, mi volt a sötétségében. Ezért felismeri a gondolatainak, indulatainak, vágyainak, akaratának, a végrehajtásainak azokat a hátsó indítékait, amelyek vagy a sötétségből, vagy a világosságból törnek elő. Néhány gondolati alapvetéssel kezdem az úgynevezett világosság fiairól. Azért mondom, hogy úgy nevezett világosság fiai, mert egy sereg ember magát tartja a világosságnak. Ő, ő maga a forrása, ő maga a hordozója. Ő, mióta Isten a maga gyermekévé jelentett ki, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott ki, azóta foglalkoztat ez a különös tartalmú szó, hogy világosság. Miért, miért foglalkoztat? Van egy sereg ember, aki magát világosságnak tudja és tartja. A látás módját, az értelme véleményét fényforrásnak tartja. De amikor beszélek vele, az derül ki, hogy ennek a személynek egy hallatlan éles fényű lámpása van, és azzal a szemembe világít. Nem látni enged, hanem éppen ellenkezőleg, elvakít. Elvakít a véleményével, azzal, amit ő gondol, ahogy ő akarja az életet értelmezni. Vélemény terrorja éppen látni nem engedi azt, akivel beszél. Valójában mi vesz körül, mi történik, mi készül a sötétben, éppen a vakítása miatt rejtekké teszi a sötét igazi jelenlétét, és nem világosságot hoz, hanem engem elvakítva az ő sötétségét. Azt mutatja meg nekem igazán. Jézus, aki a világ világossága, ő a sötétséget világítja be, hogy fény derüljön arra, mi van a sötétben, így a vakítóra is fényt terít. Fény derít. Tudjátok, egy igazán egyszerű szójáték, vaki tóra, tóra, ez a világ az a világítás, amelyik, amelyik bevilágítani akar mások életébe úgy, hogy bűnt fedezzen fel, vagy bűnné tegyen dolgokat, bűnváddal illesse, ennek a fénye ezt nem hordozza azt a kegyelmi tettet, amelyik a Jézus Krisztus világossága, amelyik úgy világít a sötétségbe, hogy felragyog közbe ebben a sötétben a Krisztus keresztje, hogy ebben a fényben felragyogjon az Isten gondolata, a kegyelemnek gondolata, ebben a vakító fényben gyűlölet van, indulat van, sötétség, takarás van, és a másik ember hibáztatása van, nincs benne az Istennek az a szerelme, hogy a Golgata keresztje halálával mutatta meg Isten az ő szeretetét mifelénk, és a Jézusra világít, a világ világosságára világít az Isten, is azt akarja ezt a fényt, ennek a fénylő szavát, a lelkét, az indulatát, a gondolatát. Ezt nézd és ezen keresztül láss. Azt mondja az Úr, én jól tudom, az én gondolataim a ti felőletek. Jónak, kegyelemnek, irgalomnak gondolatai. Édes testvérem, ha nem tudsz mást, mint belemarni másba, mint önigasságoddal a másik lelkét vátolni, mint önigasságaiddal pusztítóvá lenni egy-egy élet számára, pusztítóbbá, mint amitől szenved. Erre a sötétségre mondja Jézus, hogy előttem jöttek, lopni, ölni, rabolni, hazudni jöttek. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy kihozzam őket az én világosságomra, a szeretet kegyelmével. Amen.